Üdvözletem, Reisz Lajos vagyok, és ebben a videóban, az előző videóban már elkészített modellből készítünk műszaki rajzot. A képen látható modellről fogjuk elkészíteni a műszaki rajzot. Ehhez első lépésként meg kell nyitni egy ISO műhely rajzot. Műhelyrajznál ugye azt látjuk, hogy egy fehér háttér, egy rajzlap, de nem tudunk igazából erről a rajzlapról semmit. Úgyhogy először is érdemes mindig beállítani a rajzlapnak a nagyságát, illetve a többi beállítását. Jobb gomb, itt alul látunk egy kis fület, rajzlap egy néven, jobb gombbal kattintunk rajta, és a legalsó eszköz a rajzlap beállítás. Ezt kell kiválasztani rajzlap jellemzők közül. Ugye a háttér, illetve a méret, az két külön beállítható dolog. Először érdemes mindig a méretet beállítani, és legyen egy A4-es fekvő elrendezésű lap, háttérnek pedig állítsuk be ugyanezt A4-es rajzlap háttérként. Ugye a méret és a hozzávaló rajzlap háttér beállításával válik teljessé az egész. Abban az esetben, hogyha a rajzlap háttér nekünk nem megfelelő, akkor a szerkesztését a következőképpen tudjuk megtenni. Ugye leokézzük, ezzel elfogadtuk a hátteret, de a megjelenítés menüben itt fent rajzlapnézetek ablakban a háttérlap szerkeszthető. Ugye itt alul látjuk az A4 rajzlap háttér, A3 rajzlap háttér, A2, illetve A1 rajzlap háttereket. És ha itt rákattintunk az A4 rajzlap háttérre, akkor megjelenik itt középen egy háttérfelirat, és kezdőlapnál, azaz a kezdőlap helyett a vázlatot kiválasztva, ezek az elemek szabadon változtathatóak. Tehát lehet a méreteket megváltoztatni, a feliratokat megváltoztatni. Illetve átrajzolni nekünk a megfelelő margót, stb. Tehát igazából innentől kezdve ez sima egyszerű rajzi vázlatkészítésnek felel meg. Ha mindent elmentettünk, akkor visszatérünk a rajzlaphoz, ugye automatikusan itt adoptálódik a változtatás. Hogyha nem akarunk szerkeszteni több hátteret, akkor a megjelenítés menüben kikapcsoljuk a háttérlapot, és marad a munkalap bekapcsolva. Jó, visszatérünk a kezdőlapra, és kiválasztjuk a rajznézetkészítés varázslót. Ugye ahhoz, hogy ide be tudjunk valamit idézőjelesen hozni, ahhoz előtte kell rendelkeznünk egy elkészített modellel. A rajznézet készítés varázsló segítségével tudjuk a már meglévő modellből a műhelyrajzot elkészíteni. Tehát először is kattintunk bal gombbal a rajznézet készítés varázslón. Itt kiválasztjuk azt az alkatrészt, amit elkészítettünk, majd megnyitás gombbal elindítjuk a kiválasztás folyamatát. Ugye a legelső ablakban rajznézet készítés varázsló alapbeállításait tudjuk kiválasztani. Ugye a legelső lépésben a tervezett alkatrész, egyszerűsített alkatrész, illetve a teríték az, ami kiválasztható. Ugye tervezett alkatrész azt akkor használjuk, amikor egy ilyen egyszerűbb modellt készítünk el. Egyszerűsített alkatrész viszont lehet egy olyan alkatrész is, ami bonyolult kirajzolni, viszont a szabványos jelölése nekünk elég. Ilyen lehet egy csavar, egy orsó, akár egy fogaskerék is, lánckerék is. Tehát igazából ezzel a műhelyrajzot is tudjuk egyszerűsíteni, illetve a program erőforrás igényét is tudjuk csökkenteni. Ugye a harmadik, az pedig a teríték, egyértelmű, hogy lemez alkatrész készítésénél van ennek jelentősége, tehát az elkészített hajlítgatott lemez alkatrészből teríttéket tudunk ezzel képezni. A
PMI modell nézeteket akkor tudjuk kiválasztani, hogyha alkatrész vagy összeállítási dokumentumban készítettünk PMI nézeteket. PMI nézet lehet a meccés, tehát meccetnek az elkészítése és arról egy modell készítése, vagy pedig egy beállított nézetnek az elmentése. Jó. A többi beállítás az ugye a takart vonalakra és az érintőleges érek, tehát igazából az éleknek a mutatására vonatkozik. Ezt alaphelyzetben szoktam hagyni, pontosan azért, mert minden alaphelyzetben jó szokott lenni, ha nem, akkor viszont azt a helyszínen is lehet változtatni, tehát előre nem kell az esetek döntő többségében ezt átszerkeszteni. Jó, következő gombbal tudunk tovább lépni. Most ugye látszik itt a befejező gomb, ez csak egy kitérő, inaktív. Ha viszont PMI modellnézetet kiválasztunk, akkor viszont a befejező gomb aktív lesz, és utána egyszerre tudunk tovább lépni. De most a következő gomb megnyomásával a rajznézeteknek a helyzetét tudjuk kiválasztani. Ugye odafigyeltünk arra, hogy az elölnézet az tényleg elölnézet legyen, emiatt egyszerűen csak kiválaszthatjuk az elölnézetet, és ugye onnantól kezdve meg is kapjuk azt, amit be is állítottunk. De nézzük inkább azt az esetet, hogyha esetleg elfelejtjük, hogy melyik nézetre rajzoltuk az előnézetünket, ilyenkor használható az egyéni feliratú gomb, erre rákattintunk, és akkor kijön egy egyszerűsített megjelenítési ablak. Itt látjuk az alkatrészt előnézetben, tehát helyes lett volna az előnézet kiválasztása, de hogyha ezt mégis szeretnénk valamilyen másik formába önteni, akkor itt fent találjuk az általános nézetek gombot. Ha ezt megnyomjuk, akkor kijön egy ilyen kis négyzet rajta kis pöttyökkel. Ugye a nyilak a forgatást jelentik, a pöttyök is a forgatást jelentik, csak ugye amelyik oldalon található a pötty, abból az oldalból, tehát abból az irányból fog elfordulni az alkatrészünk. Ugye fölfelé, és ugye a sarok pontok azok viszont az axonometrikus, illetve dimetrikus, trimetrikus nézeteket fogják jelenteni. Beállítjuk ismételten az előnézetünket, ezt bezárjuk, és utána itt is rákattintunk a bezár gombra, és ezzel tulajdonképpen tovább is léptünk. A következő lépésben kiválaszthatjuk, hogy melyik nézet elrendezéseket szeretnénk használni. Ugye középen látható az a nézet, amit kiválasztottunk, innentől kezdve ez lesz az előnézet, és ehhez képest pedig a bal jobb alul, illetve a felülnézeteket tudjuk kiválasztani, mint vetületi nézet, és ugye a különböző axonometrikus ábrázolásokat is kiválaszthatjuk, de én ezt nem szoktam használni, ugyanis egy gombnyomással ezek elérhetőek, ezeket meg tudom rajzolni a modelltérben is. Úgyhogy kattintok a befejezés gombon, és akkor ezzel elő is jön egy kis téglalap, és ez a téglalap tartalmazza a nézetet. A megfelelő helyre elhelyezem, és bal gombbal kattintok, és ezzel rakom le igazából a testet. Ugye figyeljük meg, rajznézetek között a vetületi nézet parancs aktív, tehát amelyik irányba innentől kezdve elhúzom az egeremet, abba az irányba készít a program egy-egy vetületi nézetet. Ugye céloztam az előbb arra, hogy egy gombnyomással elérhető az előző ablaknak az összes funkciója, a vetületi nézet megnyomásával ez aktiválható. Tehát kiválasztás parancsból kattintok a vetületi nézeten, ezután kattintok a megfelelő nézet ablakon, tehát ez az lesz, hogy melyik nézethez képest akarok másik nézetet létrehozni.
Tehát egy balgombos kattintás, és amelyik irányba a nézethez képest elmozdítom az egeret, abba az irányba a program elkészíti a megfelelő vetületet. Tehát, hogyha felfelé húzom el az egeret, akkor egy alulnézetet kapok, ugye látszik, hogy ez tényleg így van, és abban az esetben, hogyha feltételezek egy ilyen köréírt téglalapot vagy négyzetet, akkor ha a sarka felé mozdítom el az egeret, akkor egy megfelelő irányú axonometrikus nézetet fog létrehozni. Az adott irányból nézve. Ezekre viszont most nem lesz szükség, ezeket csak azért mutattam meg, hogy az előző állításomat igazoljam. Jó. Ugye a vetületi nézetet ezzel már ki is tárgyaltuk. A következő lehetőség a beforgatott nézet. Ez akkor érdekes, amikor van egy olyan korong jellegű alkatrészünk, amelyiknél a furatok azok vagy nem szimmetrikusan vannak, vagy nem valami szabályos mintázat alapján került kialakításra, és szükség van arra, hogy nem egy egyenes metszése, hanem egy ilyen megtört, viszont a törésnél nem 90 fok, hanem egyéb szöggel megadott metszősík található. Ilyenkor a metszősíknak a másik síkba történő beforgatására használható ez a parancs. A kiemelt részlettel olyan rajzi részleteket tudunk megmutatni, ami egyébként nem lehetne látványosan beméretezni. Ilyen például egy tengelynél egy kis beszúrás, vagy pedig néhány alkatrész csatlakozásánál lévő hézagoknak a beméretezése. Ez úgy működik, hogy kattintok a kiemelt részleten, és utána valahol az alkatrészen, amit meg akarok mutatni, oda egy kört fogok rajzolni. És a körnek a középpontját adom meg. Tehát itt lesz, ezt akarom megmutatni, ez a középpontja, és innentől egy ekkora kört. Körülbelül ekkora kört akarok kinagyítani. Nyomok egy balgombot, tehát kattintok balgombbal, és ahogyan elmozdítom az egeret, véletlenül kattintottam, de el is készítette a program ennek az ívnek a részletét. Csak azzal az egyetlen problémával, hogy 50 az 1-es arányban. Ezt úgy tudjuk változtatni, hogyha kiválasztás parancsban vagyunk, rákattintunk erre a nézetre, valamelyik vonal, mindegy, hogy melyikre, kattintunk egyszer, kijön ez a kis szalagsor, és itt az arányt, az 50 az 1-hez arányt átváltoztatjuk, átállítjuk mondjuk 2 az 1-re. Azért az mégiscsak egy kezelhetőbb méret, meg eléggé látványos általában. És utána ezt a nézetet akárhova el tudjuk vinni, annyit kell tennünk, kiválasztás parancsban vagyunk, kattintunk balgombbal az íven, valamelyik körében, valamelyik részén, és nyomva tartjuk a balgombot, és amerre elhúzzuk, ahova letesszük, ott fog maradni. Erre most megint csak nem lesz szükség, úgyhogy ezt törölni fogom. Jó. A következő parancs az a metszősík. Ezzel a metszete elkészítését az két lépésben tudom elkészíteni. A metszősík az első, itt ilyenkor meg kell rajzolnom egy vonalat, ami igazából egy síknak felel meg, de a megfelelő nézeten egy vonalként tudom ábrázolni. Majd miután megrajzoltam a metszősíkot, utána a metszet parancsal kiválasztom ezt a metszősíkot, és utána tudom ezt a metszetet ténylegesen elkészíteni. Metszőségnél
kattintanom kell először magán a parancson, balgomban, és utána egy nézeten, amelyikre a meccsőségot meg akarom rajzolni, arra kell kattintanom, az ugye jelenleg csak egy van, úgyhogy nem lesz nehéz a választás, egy balgombos kattintás, és már is vázlat nézetbe kerültem. Itt vonalparancsal tudok csak dolgozni, megkeresem azt a részt, amit el akarok metszeni. A vonalat megrajzoltam, ennek tudok méretet adni. Be tudom méretezni is, hogy ettől a vonaltól a végpontja az mennyi legyen. Tehát igazából ugyanazt meg tudom csinálni, mint alkatrészmodellként. Úgyhogy alkatrészmodell készítése közben. Ha megvan a megfelelő vonal, akkor metszőség bezárása gombbal vissza tudok térni az előző lépésre. És most már látszik, tengelyvonal ként van megjelenítve ez az előbb rajzolt egyenes folytonos vonal. Most már tengelyvonalként van megjelölve, és kettő darab nyíla a két végén megtalálható. Nekem most már csak azt kell megadnom a programnak, hogy merre mutasson a nyíl. Tehát ahol az egér van, a síknak, vagy hát most jelenleg vonalnak látszik az a sík, de azon az oldalán fog, annak az oldala felé fog mutatni a nyíl. Ez nekem meg is felel, kattintok balgombbal, és el is készültem a metszősíkkal. Hogy lesz ebből metszet? Kattintok balgombbal a metszet parancson, ezután kattintok az előbb elkészített metszősíkon, látjuk, hogy megjelenik egy téglalap, ezt a téglalapot pedig leteszem valahova, és el is készült a metszet. Hogyha ezt a metszetet vonszolni akarom, ugye kiválasztás parancsba visszatérek, megfogom balgombbal, nyomva tartom a gombot, itt tudom megfogni, itt csak jobbra-balra tudom mozgatni, ha leföl mozgatom, akkor viszont vele együtt mozdul az alap nézetablak is, ami nem indokolt, ugyanis, hogyha nyilakkal, tehát nézeti nyilakkal, illetve betűkkel jelölöm a metszetet, akkor ezt az így kapott nézeti ablakot bárhova el tudom helyezni, vagy elhelyezhetem pontosabban a rajzlapomon, de a program ezt mégsem engedi. Ennek a kiküszöbölésére csináljuk azt, hogy kattintunk jobb gombbal ezen a nézeten, és itt látjuk, hogy be van kapcsolva az igazítás követése nyomógomb, erre kattintunk bal gombbal, és látjuk, megváltozott az összekötő vonal, eddig egy vízszintes szaggatott vonal volt, most van benne egy törés. Most ha megpróbáljuk ismét elmozdítani, akkor a program már engedi. Viszont, hogyha ezt visszakapcsoljuk, tehát ismét jobb gomb ugyanerre, igazítás követése visszakapcsoljuk, akkor ugyanúgy funkcionál, mint az előbb. De igazítást ki is törölhetjük, hogyha nincs rá szükségünk, de igazítást készíthetünk is két alkatrész között, hogyha például összeállítási rajznál nem robbantással szedjük szét az alkatrészeket, hanem egymás mellé beraktuk őket, és utána az igazítás készítésével ezeket a megfelelő helyhez, helyre be tudjuk pozícionálni. Igazítás követése az most nem kell. Jó. A következő az a kitörés. Kitörést akkor használunk, amikor vagy nem kell az egész alkatrészt ketté vágni, vagy nem szabad. Viszont mégis meg kell, hogy mutassunk valamit. Ugye a tengelyeket nem szabad elmetszeni, nem szabad a kötőelemeket elmetszeni. Viszont a tengelynél, hogyha egy horony bele van marva, vagy esetleg át van furva, szükséges
megmutatni, hogy ott mi történik, meg máshonnan előfordulhat, hogy nem is tudjuk beméretezni, vagy hogyha mégis csak be tudnánk méretezni, akkor viszont szükség lenne egy másik nézetre, és ugye ez ellentétes lenne, vagy ellentétes azzal a szabállyal, ami azt mondja ki, hogy műszaki rajzon minél kevesebb nézettel dolgozzunk, lehetőség szerint viszont abból egyértelműen megalkotható legyen a test. Tehát ilyenkor, amikor például egy tengelynél egy reteszhorony, ami megmutatandó, akkor ott egy kitörést alkalmazunk, és akkor csak és kizárólag a reteszhoronynak a horony részét törjük ki, és mellette lévő minimális anyagból törünk ki valamennyit. Itt jelen esetben arra lenne szükség, hogy az itt látható, azaz jelenleg nem látható furatokat mutassuk meg. Ilyenkor használhatjuk a kitörés parancsot. Rákattintunk a kitörésre, kiválasztjuk a megfelelő nézetet, és ugyanúgy meg kell rajzolnunk ide is a kivágást vagy a kitörésnek a zárt profilját. Elkezdtem innen. Ugye itt lehet szabályos alakzatokkal is megadni, de lehet jelölni a kitörést ilyen cikcakvonallal. Ez mindenkire rá van bízva, hogy hogyan készíti ezt el. Én ezt választottam most. Ugye megvan az zárt alakzat, ilyenkor kitörés bezárása a parancsot alkalmazom, és meg kell adni a kitörés mélységét. A kitörés mélységét azt mindig az adott nézetnek a hozzánk legközelebb eső pontjától számítjuk. Jelen esetben, kicsit most kifelé zoomolok, jelen esetben ugye innentől idáig tudjuk megadni. Viszont, hogyha lenne például itt egy kihúzott valami, egy másik kihúzás lenne rajta mondjuk 50 mm hosszan idáig, akkor attól a síktól történne a számolás. Megadhatjuk ugye számmal is a mélységet, viszont megadhatjuk grafikusan is. Tehát itt van az előnézetünk, abból akarunk kitörni. Itt van jobb oldalon a bal nézet, és ez mutatja, hogy pontosan innen, erről az oldalról kezdődik a kitörés, és ahogyan mozdítom az egeret, figyeljük meg, a mélység úgy változik itt fönt. Tehát a kitörésnél azt szeretném, hogy a feléig történjen, megkeresem a felezőpontot, rápillantok a mélységnek a számértékére, az 25, ugye tudom, hogy 50-es a szélessége pontosan. Éppen ezért úgy néz ki, hogy ez így jó lesz. Kattintok egyet, és ezzel a kitörésem el is készült, de nem látszódik. Ez azért van, mert a programmal meg lehet azt csinálni, hogy amit itt kitörtem, azt mégsem ezen a... amit itt megrajzoltam, azt mégsem ezen a nézeten, hanem egy másik nézeten adom meg. De általában úgy szoktunk dolgozni, hogy amelyik nézeten megrajzoljuk a kitörésnek a keresztmetszetét, azon a nézeten is fogjuk alkalmazni, ezért kattintunk az előnél. Tehát a program kattintás után elkészítette a kitörést, így láthatóvá vált számunkra a süllyesztés. Tehát a süllyesztett furatnak a teljes képe. Oké, tehát igazából most már ismerjük a rajzkészítő modul minden elemét, most álljunk neki ténylegesen méretezni. Töröljük ki a teljes metszetet,
illetve a metszősíkot is, mert nincs rá szükség, hanem egy vetületi nézetre van szükségünk, ami az oldalnézetet megadja, és egy vetületi nézetünk, ami a felülnézetet megadja. Ugye itt látjuk, hogy éppen rálóg a szövegmezőnkre. Két dolgot tehetünk, vagy átrakjuk egy nagyobb rajzlapra a rajzunkat, vagy pedig rákattintunk valamelyik nézetablakra, és az arányt átváltoztatjuk egy az egyről, egy a kettőre. Ilyenkor kisebb lett a rajzunk, egy picit, és a távolsága a különböző nézetek között is megnőtt. Ezeket összeigazítjuk úgy, hogy a szemnek is jó legyen, és elkezdhetünk méretezni. A méretezésnek a kellékei azok itt találhatóak a méret ablakban. A legtöbbször használt méretezési parancs az a gyors méretezés. A gyors méretezésnek az a nagy előnye, hogy különböző elemeknek a méreteit nagyon gyorsan meg tudja mondani. Tehát gyors méretezéssel, ha rákattintok a körre, akkor kihozza automatikusan a kör átmérőjét, ha viszont egy ívre kattintok rá, akkor viszont sugarat ad meg nekem, teljes hosszokat meg tudok adni, akár úgy, hogy rákattintok egy vonalra, ilyenkor megadja a teljes hosszát. Abban az esetben, amikor több darabra van osztva egy alakzat, akkor kicsit hátrányos, tehát kicsit rosszabbul használható, de ez is megoldható. Ugyanis itt nem arról van szó, hogy a teljes hossz kell megadni, hogyha visszatekintünk az előző videónál a rajzra, nem is volt megadva a teljes hossz, hanem a két furat középpontja közti távolság volt megadva. Azt viszont nem gyors méretezéssel adjuk meg, hanem távolságmérettel. Távolságméretre kattintunk bal gombbal, megkeressük az egyik pontot, ugye megkeressük az egyik kört, kijön a középpontja, egy kattintással bal gombbal megadjuk az első pontot, utána megismételjük a másik oldalon és megadjuk a másik pontot, kijön a méret, megfelelő helyre kattintással lerakjuk. Célszerűbb azonban gyors méretezéssel megadni mindent, amire szükségünk van. És utána pedig használni a távolságméretet azoknál a méreteknél, amit ugye nyilván nem tudunk. A gyors méretezést nem csak arra használhatjuk, hogy különböző elemeknek adjuk meg a hosszát, átmérőjét, sugarát, hanem használhatjuk arra is, hogy például két vonal közti távolságot is meg tudunk vele határozni. Az úgy működik, ezt ismételten csak érdekességként mondom, kattintok egyszer az egyik vonalon. Ilyenkor ugye kijön az egyik hossz, de nem lerakom valahova, hanem megkeresem a másik vonalat, a vele szembe lévőt, mondjuk megtalálta a középpontját, de igazából ez itt nem számít, hogy középpontot vagy pedig valamelyik másik pontot jelölök be, tehát nincsen jelentősége a nevezetes pontoknak itt. Megkeresem a másik vonalat, és ha kattintok rajta, akkor igazából nem leraktam az előzőnek a méretét, hanem a két vonal közötti távolságot fogom tudni így meghatározni. Tehát nem kell minden esetben a távolságméretet alkalmazni, a gyors méretezéssel is nagyon sok mindent meg lehet oldani, ami a gyors méretezés, ami a távolságméretezés megoldható. A távolságméretnek azonban van egy másik nagy előnye, lehet bázis, és lehet láncméretezést is elkészíteni távolságmérettel. Megmutatom, hogy hogyan. Kattintok távolságméreten. Meghatározok egy pontot, legyen ez a végpont. Ugye ez lesz a bázispont minden esetben. Megmondom, hogy ennek a furatnak itt van a középpontja, ugye leraktam a méret, lerakom a méretet, ez idáig evidens. De ha utána én tovább megyek és mondjuk megkeresek itt egy másik pontot,
erre kattintok rá, akkor itt már kialakult egy láncméretezés. Mindez addig marad láncméretezés, ameddig az egeret itt tartom a meglévő vonal, tehát a meglévő méret vonala alatt, és itt kattintok bal gombbal. Azonban, hogyha kicsit feljebb viszem az egeret, akkor átugrik automatikusan bázis méretezéssé a dolog. Itt viszont, ha egyszer elkezdem a bázis méretezést, onnantól kezdve nem tudok visszatérni a következő mérettel láncméretezésbe, hanem folytatni tudom csak a bázis méretezést. Az eredeti rajzon itt meg volt adva egy szögméret is, de erre szolgál a szögméret méretezési parancs. Kattintok a szögméreten, és meghatárolom az egyik vonalat, és meghatározom a másik vonalat. Abban az esetben, hogyha a felező pontot választom ki, akkor helytelen lesz a rajzom, tehát helytelen lesz a méretezés, ugyanis vízszintes vagy függőleges vonalat illeszt a program felező ponthoz. Ezért itt nagyon fontos, hogy mindig valamilyen tetszőleges, nem nevezetes pontot válasszunk ki. Egyik vonal, másik vonal, és 90 fok. Ez megvan. Jó, amit még fontos megemlíteni, hogyha távolságmérettel megadjuk körnek a két szembe lévő pontját, akkor a program nem ismeri fel, hogy az kör, tehát nem is teszi a 34-es szám elé az átmérőnek a jelét, ezt nekünk manuálisan kell beállítani. Visszatérünk kiválasztás parancsba, kattintunk a méreten, és itt feljön a mérethez tartozó tulajdonság eszköztár. Itt a kiválasztás előtag parancsot válasszuk ki, és itt előtagnak be tudjuk állítani a speciális jelek közül az átmérőt. Hát tulajdonképpen ez a modul arra szolgál, hogy különböző kiegészítő jelölésekkel lássuk el a méretünket. Itt tudunk átmérő jelet adni a méret elé, itt tudjuk megmondani, hogy ez egy négyzetes méret legyen, ha arról van szó, a süllyesztés, illetve a kubos süllyesztésnek a mértékét tudjuk megadni, furathivatkozásokkal tudjuk ellátni, felső szöveget, alsó szöveget két sorban tudunk meghatározni, illetve tűrészónákat tudunk elhelyezni, de most érjük be egy egyszerű átmérő jellel, ha megvan, alkalmaz. Ja, itt látjuk, hogy egyszerre meg is változott a méretünk. Igazításnál átállítjuk jobbra, és akkor egy kicsit közelebb került a mérethez az átmérőnek a jele. Oké. Megmutatom akkor, ha már itt vagyunk, a többi lehetőséget. Ugye a kiválasztás mérettípus panelben tudjuk beállítani, hogy a megadott méret az pontosan milyen méret is. Alapértelmezésben ez egy névleges méret. Hogyha tűrésezést akarunk beállítani, tehát be akarjuk állítani a méretnek a tűrését, akkor azt megtehetjük plusz-minuszos tűrésezéssel, vagy pedig osztályos tűréssel is. Sima tűrés, tehát plusz-minuszos tűrésnél beállítjuk a felső határértéket, az alsó határértéket, és akkor igazából ezzel készen is vagyunk. Azonban, hogyha osztályos tűrést alkalmazunk, akkor be kell állítanunk, hogy az osztályos tűrés sem belül csak tűrés, határeltérés, határátmenettel, csapjuk, csaptűrés, csak lyuk per csaptűrés, vagy lyukcsap osztály számértékes, vagy számszerés tűrésérték, vagy pedig egy egyéni tűrést akarunk megadni,
Alap értelmezésben az osztályos tűrés az elegendő nekünk. Itt ki kell választanunk, hogy vagy lyuk, vagy pedig a csaptűrést akarunk meghatározni, és innen egy táblázatból kiválasztható, hogy milyen melyik tűrést akarjuk használni. Jó, ezen kívül előfordulhat az is, hogy hivatkozni akarunk a méretre, tehát igazából nekünk csak egy méret vonalra lenne szükségünk, mert azt vagy kézzel akarjuk beérni, amikor a termék gyártásba kerül előtte, vagy pedig egy szám, vagy egy betűt akarunk neki adni, csak még nem döntöttük el, hogy melyik legyen az. Ilyenkor az üres lehetőséget kiválasztva a számérték eltűnik, csak a beállított előtag, utótag az, ami megmarad. De maradjunk a névleges méretnél, és akkor ezzel készen vagyunk. Jó. Arra figyeljünk, hogyha a méretet itt beállítjuk, miután már leraktuk, akkor az csak és kizárólag erre a méretre vonatkozik. Ha viszont tudjuk, hogy nekünk egy átmérős méretet kell leraknunk, és használjuk a távolságméret parancsot, beállítjuk itt a speciális jelek közül az átmérőt, alkalmazzuk, leokézzük, és megmondjuk, hogy ezt a belső furatot akarjuk kiválasztani. Ugye így a program automatikusan hozzárendeli az átmérőt. Viszont, ha nem változtatunk semmit, utána bármelyik másik méretnél újra kiadjuk a távolságméret parancsot, és bármelyik másik két méretnél ez az átmérő, ez bennmarad. Emiatt célszerű először lerakni a méretet, és utána az átmérőket egyesével beírogatni. Jó, ezt most visszaállítom. Kitörlöm, alkalmaz. Oké. Jó. Említettem, hogy még a modell készítésnél, hogyha minden egyes méretet, amit szeretnénk a műhelyrajzon megjeleníteni, felruházzuk vele a modellt, akkor itt elegendő csak egy méretek átvétele gombot megnyomni, és az összes méret az adott nézetablakban megjelenítésre kerül. Tehát igazából ez itt a gomb lenyomásával láthatóvá vált, viszont már előtte több mindent beállítottunk, ezért így nincsen értelme. Azonban egy másik nézeten ugye látható a megadott magasságok, amelyeket használtunk, azok láthatóak. Ez ugye az alapméretnél, tehát a műhelyrajzon az volt megadva, hogy ettől az alapvonaltól a furatnak a magassága mennyi, és a furat középpontjától ez a mélység mennyi. Csak ugye úgy nekünk nehezebb lett volna dolgozni az alkatrész elkészítésekor, tehát a modellezésnél, ezért adtuk meg a 20-as méretet. Nem hiba, hogy ez így került elkészítésre, de maradjunk az alap dolgoknál, tehát az alap méretezésnél. Tehát adjuk meg ezt, amit az előbb említettem, a távolságméretet, a furat felső középpontjáig, és akkor utána távolságméretnél pedig ezt az értéket, ahogyan az eredeti műhelyrajzon is szerepel. Tehát méreteink igazából lassan megvannak, azonban egy dolog még hiányzik, de az nagyon, a szimmetria vonalak. Van a programban automatikus középvonalak parancs, de ez nem mindig működik megfelelő hatásfokkal, megfelelő hatékonysággal, de hogyha
működik, akkor úgy működik, kiválasztjuk az automatikus középvonalak parancsot, kattintunk bal gombbal, majd kattintunk a megfelelő nézetablakon. Ugye itt megcsinálta a program azt, hogy berajzolta a furathoz a szimmetria vonalat, illetve ehhez a felső furathoz is. Viszont nekünk ennek végigmenőnek kéne lennie. Kiválasztás parancsból rákattintunk az előzőleg elhelyezett középpont jelölésre, akkor látjuk, hogy azt külön nem tudjuk szerkeszteni, ezért ezt érdemesebb kitörölni, és az automatikus középvonalak helyett a középvonal parancsot használni. Itt kiválasztjuk a vonal egyik végpontját, majd a másik végpontját. Ezt nem engedi. Inkább fordított sorrendbe. Jó, ezt ki kell vágni. Megadjuk az egyik végpontját, illetve a másik végpontját. Ugye célszerű lenne itt a felező pontot alkalmazni, azonban a kitöréssel a felező pont eltolódott, és ezért egy picit túlhúzzuk, tehát nem a felező pontot adjuk meg, hanem kicsit az egeret lejjebb mozdítjuk, és így már is függőleges lesz a dolog. A szimmetria vonal, kattintunk, és meg is rajzoltuk a szimmetria tengelyt. Azt vegyük észre, hogy ahol először kattintottunk, az ugye éppen a kvadráns pontja volt ennek a körívnek, a program az automatikus túlhúzást azt megcsinálta, és hogyha mindenhol ugyanazokat a méreteket használjuk, tehát mindig a kontúrvonaltól kontúrvonalig rajzolunk, akkor a program az automatikus túlhúzást azt minden esetben megcsinálja. Jó, ugye parancsban vagyunk, még meg kell csinálnunk ezen a nézeten is, és ugye szimmetrikus az alkatrész, ezért függőleges vonalat is meg kell rajzolnunk, illetve ez így is szimmetrikus, illetve így is szimmetrikus. Ugye itt nem alkalmaztunk kitörést, ezért a felező pontokat a program megtalálja. Jó, lehetőségünk van arra, hogy ja, a furatnál kellene függőlegesen is egy szimmetria vonalat berajzolni, azonban, hogyha a furat középvonal parancsot alkalmazzuk, akkor ezt a lépést kikerülhetjük. Ilyenkor csak kattintunk valamelyik körön, és amelyik körön kattintunk, azon értelemszerűen a program elkészíti a furat körnek a középpontját. Itt ugye, mivel hogy kitörésről van szó, ezért nem kötelező berajzolni a tengelyvonalat, de azért illdomos. Jó, tulajdonképpen az alapméretezéssel elkészültünk, amit még meg kell mutatni, feltétlenül a többi jelölés, amit eddig nem használtunk. Ugye a jelölések ablakból már használtuk a középvonalat, középvonal jelölést, de a szöveges mutatóvonal az még egy gyakrabban használt lehetőség. Kattintok rajta a bal gombbal, és akkor jön a beállítása. Tehát igazából ezzel szövegesen meg tudom adni például azt, hogy egy felület az adott esetben gyártásra vonatkozóan, hogy polírozni kell, cementálással kell keményíteni, vagy akármi más technológiai műveletnek a szöveges megadására használható kommentek,
kommentárokat lehet elhelyezni ezzel a parancssal, de akár a furatokat is bele meg lehet szövegesen, illetve rajzi jelekkel adni. Ebben most nem megyek bele, hogy ez pontosan hogyan működik, ez annyira nem bonyolult. Igazából csak a speciális jelek, a furat hivatkozásokat próbálgatással nagyon könnyen el lehet sajátítani. Ami azonban érdekes, a szöveg és mutatóvonalnak a beállítása. Vannak olyan esetek, amikor nekünk nem nyílfejre van szükségünk, hanem akár építészetben ferdevonalra, vagy nincsen szükségünk semmire, ilyenkor csak egy felirat látható. Hoppá, itt most már eltekertem, tehát ilyenkor csak egy felirat látható, de hogyha dupla nyílat akarunk, arra is van lehetőség, illetve a bázis jelölésére lehet tömörnyilat beállítani. Itt lehet a szövegnek a színét, illetve a vonalnak a színét átállítani, a betűnek a típusát, a betű méretet, illetve az összes többi apróságot, ami annyira nem fontos most jelenleg. A tételszámnak az elkészítése az ezzel a parancssal lehetséges, a tételszám parancssal. Ilyenkor egy alkatrészen kattintunk, és akkor annak megjelenik a tételszáma, amit ugye nekünk kell beírni, mivel hogy a program nem tudja, hogy milyen tételszámokat használtunk addig már. A felületi érdességi jel, ez egy fontosabb modulja a programnak. Itt bejön a felületi érdességnek a jelölése. A típust be lehet állítani, alap vízszintes, forgácsolásos megmunkálás, vagy pedig forgácsmentes megmunkálás, illetve a JIS háromszög, illetve hullámnak a megadása is be van építve, ez ugye japán felületi érdesség megadás. Illetve a különböző felületi érdességek, tehát nek a megadásának a lehetősége, tehát ez megint csak egy egyszerű modul, nagyon egyszerűen használható. A hegesztésnél a következő jelölési lehetőség az a hegesztési jelnek a megadása. Ugye itt egy bocsánat, ez az. Igazából azt kell ismernünk, hogy melyik varrat ott hogyan kell megadni. A jelölést a program tudja. Tehát ha én azt tudom, hogy egy teljes V varratot kell megadni, tudom, hogy ez a jelölése, akkor a megadásával már egyszerre írhatom is be a megadásához szükséges paramétereket. A beállítás ismételten csak a technológiának a függvénye. Tehát mindenki minimális tanulmányozás után tudja használni ezt a modult is. Az élállapot jel az nem érdekes, viszont az alak és helyzet tűrésnek a megadása az érdekesebb. Ugye itt elválasztás és geometriai jelek kombinációjából tevődik össze. Kiválasztjuk először a geometriai jelet, a siklapuság, ekkor egy elválasztót tudunk beépíteni. Megadunk egy számértéket, ami a siklapuságnál a legmagasabb és legmélyebb felületek közötti értéket adja meg, és ezután már ezt tudjuk hozzárendelni egy felülethez mutatóvonallal. De hogyha éppen nem síklapuságot akarunk megadni, hanem mondjuk egy profilalakot, vagy pedig inkább egy helyzettűrést, akkor egy párhuzamosság megadásánál viszont elválasztó vonal után megadjuk a megfelelő tűrést, és utána elválasztó vonalról a bázisnak a betűjelölését kell megadni. De hát igazából ez megint
alapvető ismereteknek a gyors felhasználását teszi lehetővé. Bázis készítés, ez egy nagyon egyszerű modul. Kiválasztom a bázis felületet, és megadom, hogy szöveggel, hogy ennek a neve legyen egy A betű, és ezzel készen is vagyok. Ha túl nagy a nyíl, akkor az a tulajdonságok között beállítható. Szöveg és mutatóvonal, ugyanaz a modul, mint az összes többi mutatóvonalnál, az összes többi jelölő modulnál, tehát ez megint csak beállítható. Alappont készítésére külön modul, mutatóvonal készítés elemhez az igazából majdnem ugyanaz, mint a szöveges mutatóvonal. Ha robbantott alkatrészt rakunk be, és mutatni akarjuk, hogy az ott, hogy kettő alkatrész hogyan kapcsolódik egymásba, összekötő vonalat alkalmazhatunk, egyik pont, másik pont megadásával a program az útvonalat elkészíti. Sima feliratmező elkészítésére is van lehetőség, a többi elemet pedig már mutattam. Most még egy dologról meg kell emlékeznünk, tehát említést kell tennünk. Abban az esetben, hogyha több alkatrészből készítünk rajzot, ugye azt összeállítási rajznak hívjuk. Ahhoz kell készíteni darabjegyzéket, amit a legegyszerűbben úgy lehet elkészíteni, hogy a táblázatok közül a darabjegyzék parancsot alkalmazzuk, és azon a nézetablakon, amelyiken a legtöbb alkatrész látszódik, azon kattintunk, és kijön utána egy táblázat, ami mutatja a tételszámot, a file nevet, a tervezőt, tehát igazából ami lesz, már korábban használtam ezt a modult, és átállítottam egy-két dolgot. Ezt a program ugye adaptálta, de megmutatom, hogyan lehet ezt elkezdeni. A lényeg az az, hogy itt jelenleg most csak egyetlen alkatrész van, ezért a tételszám az ugye egy darabot mutat, és ugye a program pedig rajzolt egy kört, elválasztva egy vízszintes vonallal, egy-egy, ugye a felső a tételszám, az alsó az pedig a darabszámnak a jelölése. Viszont ez az érdekesebb, mert hogyha önök otthon kipróbálták ezt a funkciót ugyanígy ennél, akkor nem ezek fognak megjelenni. Alapértelmezésben van egy tételszám, a végén egy darabszám, itt egy megnevezés, nem, itt van a megnevezés, ha jól emlékszem, akkor pedig egy cikkszám, vagy egy anyag van még megjelenítve, és minden üres. Ahhoz, hogy szerkeszteni tudjuk ezt a táblázatot, kétszer kell rajta kattintanunk, és a legfontosabb része az ugye a megnevezés lesz. Bocsánat, az oszlopok fül lesz. Ugye itt tudjuk az oszlopokat kiválasztani, ugye látjuk, az oszlopok között négy darab van, ugyanezek vannak itt is. Ezek az oszloboknak a fejlészei gyakorlatilag. Ugye ki tudom ezt választani, hogy milyen sorrendben legyenek ezek megjelenítve, de azt is ki tudom választani, hogy vagy azt is ki tudom jelölni, hogy ez legyen kitörölve. Alkalmaz gomb megnyomásával ugye változik egyszerre a táblázat is, illetve hozzá is tudok adni egy oszlopot. A felhasználói oszlopot tudok hozzáadni. Hoppá, nyomtam véletlenül egy eszképet. Hozzáadok egy felhasználói oszlopot, és ugye itt van a szöveg, amit át tudok írni, legyen ez megnevezés. És ugye felhasználói jellemzők vannak beállítva. Na, ezek a jellemzők, ezek a következők. Tehát itt láttunk különböző megnevezéseket, amire
érdemes felkapnunk a fejünket, itt van olyan, hogy anyag, darabszám, fajhő, hővezetés. De ugye ezek mind olyan értékek, mind olyan tulajdonságok, amelyeket be tudunk állítani. Hisz amikor létrehoztunk egy alkatrészt, akkor tudtunk az alkatrészhez egy anyagot rendelni, és ugye ezzel az anyaggal későbbiekben számolni is tudunk. Tehát tudunk tömeget számolni, az alkatrésznek ugye ki tudjuk számítani ugye a felszínét, térfogatát, stb. Ugye ezek voltak a mellékes dolgok, viszont ugye ezzel, hogy a térfogatát tudjuk, és megvan adva az anyagnak az összes jellemzője, tehát a sűrűsége is, ezzel tudunk lekérdezni súlyt. De ugyanígy, hogyha megadtunk egy anyagot, annak az anyagnak, amennyiben ismert természetesen, megvan adva a hővezetése, hőtágulás együtt hatója, Poisson tényezője, sűrűsége, rugalmassági modulusza, nyíró modulusza, stb. Tehát ezeket az adatokat csak le kell kérdezni, és már is effektív automatizálni tudjuk a táblázatnak az elkészítését. Ugye itt most egy megnevezésről van szó, ezért keressünk valami megnevezést is. Van megnevezés, de azt nem állítottuk be, meg nem biztos, hogy pont a megfelelő dolgot állítottuk be. Én azt szoktam megvalósítani tervezéskor, rajzoláskor, hogy a file névnek adom a megfelelő nevet, és itt találunk egy olyat, hogy file név. Ugye itt kiterjesztéssel együtt, valamikor kiterjesztés nélkül, és teljes útvonal, ugye ez a szövegmezőnél egy meglévő modul, tehát a teljes útvonalnak a jelölése. Kiterjesztés nélküli file nevet szoktam használni, kiválasztom innen a jellemzők közül, és tulajdonság hozzáadása gombbal pedig hozzárendelem a megnevezés oszlophoz. Nyomok egy alkalmaz gombot, és látom, hogy ez meg is jelent. Viszont nekem ez ide kéne a második helyre, ezért felfelé mozgat gombbal áthelyezem, alkalmaz gombbal pedig ugye nyilvánvaló, hogy a táblázatot szerkesztettem. Abban az esetben, hogyha nagyon sok alkatrészünk van, és többnek van hasonló neve, és mondjuk nem azt akarjuk megnevezésnek adni, hogy valami egy, valami kettő, valami három, vagy esetleg amikor már egy kicsit nyűgösek vagyunk tervezés közben, akkor hajlamosak vagyunk legalábbis magamból kiindulva valami hülyeség nevet adni a fájlnak. Ilyenkor ugye nem célszerű, hogyha ezt bent hagyjuk. Ebben az esetben, ha már behívtuk egyszer a fájlneveket kiterjesztés nélkül, és találtunk benne hibát, akkor ugye ezt átírni nem tudjuk. És hiába kattintunk egyszer, akár kétszer a vonalon, vagy a szövegen, akkor is visszatérünk ugyanebbe a táblázat szerkesztő modulba. Ilyenkor lehetőségünk van a megnevezésre, ha rákattintunk, a tulajdonság szöveget kitöröljük, jellemzőknél felhasználóira kattintunk, tulajdonság hozzáadása, nem történik semmi, ugye ez nem meglepő. Megnyomjuk az alkalmaz gombot, és mit látunk, nem történt semmi. Viszont, hogyha átkattintunk az adatok fülhöz, akkor látjuk, hogy minden más szürke, csak az az oszlop, amit egyénivé tettünk, az vált fehérré, ami azt jelenti, hogy ezt szerkeszteni tudjuk. Mondjuk itt csak annyit szerkesztek, hogy nagy T-vel fogom írni a talpast, nyomok egy alkalmaz gombot, ugye itt megváltozott az egész táblázatban a felirat, nyomok egy OK gombot, és akkor ezzel készen is volnék a táblázattal. Ugye ennek az illesztése, az pedig illetve szerkesztése
az pedig már megint csak egy mellékes dolog, de azt is itt lehet. Az általános fül alatt szerkeszteni. Jó, tulajdonképpen a műhely rajzmodulról nagy vonalakban elegendő ennyi. Ugye a haladó résznél érdemes, tehát hogyha már ismerjük a normál műhelyrajzi elemeket, akkor érdemes a többi fül alatt lévő eszközöket is átnézni. Ha már itt mindent tényleg ismerünk, akkor nagyon könnyű lesz az itt található dolgokat is használni a gyakorlatban. Köszönöm a figyelmet!